Július 1-től eltérnek egymástól a hagyományos és az azonosítóval ellátott közönséges levelek feladási árai, valamint árelőnyt kap az elektronikusan feladott levél a papíralapúhoz képest. A Magyar Posta 2019. decemberében vezette be az úgynevezett azonosított közönséges levelet, amelynél az azonosító alapján a feladó értesítést kap, ha sikertelen a küldemény kézbesítése. Az elektronikus feladást lehetővé tevő alkalmazás a Magyar Posta elektronikus küldeménykövető rendszeréhez kapcsolódó fejlesztés. Az e-posta könyv használatával a nyomtatványok kitöltése egyszerűbb, illetve költségtakarékos. A hagyományos, azonosító nélküli közönséges levelek feladási díja nem változik, továbbra is 135 forintba kerül. Változik viszont az ajánlott és a tértivevényes szolgáltatások ára is. Az előbbi 35 forinttal, az utóbbi 15 forinttal lesz magasabb, ha papíralapon adjuk fel. Július 1-e a szakképző intézményekben oktatók bérében is változást hoz. Átlagosan 30%-os emelést kapnak az oktatók, a pontos mértékről egyéni teljesítmény alapján döntenek. A szakképző intézmény alkalmazottjai a jövőben munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak, így az oktatók kikerülnek a közalkalmazotti státusból.